Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy első benyomásos smink videó a Black Friday-kor rendelt Lime Crime termékeimmel, hiszen szerencsére még decemberben megérkeztek ezek a termékek, beletelt jó sok időbe, de örülök, hogy végül is megérkeztek, és mindegyik sértetlen és tökéletesen be volt csomagolva. Viszont még mielőtt belekezdenénk, egy bejelenteni való, mivel mindig előre veszek fel videókat, ezért a szabadságom alatt még decemberben, felvettem egy csomó-csomó-csomó videót, plusz Black Friday-kor is felvettem egy csomó-csomó-csomó videót, viszont nem tudtam mindet még akkor publikálni, ezért lesznek olyan videók az elkövetkezendő hetekben, amelyek még kvázi tavalyiak, tehát még nem piros a hajam, még lesz egy olyan videó, ahol még van egy kis mandulagyulladásom, úgyhogy ezen ne lepődjetek meg, szimplán csak nem sikerült ezeket idejében publikálni, hiszen közben volt karácsony, volt szilveszter, és sokkal jobban szerettem volna olyan videókat közzétenni, amelyek ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy lesz egy-két olyan dolog, amit még tavaly vettem föl, úgyhogy ne jegyetek meg, viszont ezt a sminket fogjuk elkészíteni. Tudom, hogy a rúzs nem illik hozzá, de mindent használni akartam, amit rendeltem, és ezt tudtam belőle kihozni. Úgyhogy, ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan készül, akkor ne kattints sehova. Nos, hát akkor kezdjünk is bele, és az intróban már biztos, hogy láttátok, hogy hogy alakult ez a smink, de ugye mindig a sminkkel kezdem a felvételt, és azt a részt vágom meg utoljára. Úgyhogy én nekem még fogalmam sincs, hogy mi lesz ebből, mert hogy nagy nehezen még decemberben megérkezett a Lime Crime-os rendelésem, és arra gondoltam, hogy fú, majd hogyha megérkezik, akkor csinálok ezekkel a rendelt termékekkel egy tök jó sminket, hiszen rendeltem rúst, meg szemhéjpuder palettát, meg egy ilyen kis kiegészítő tapet, és milyen jó lesz. És mikor megérkezett, jutott eszembe, hogy rendeltem egy lila palettát, egy neon narancsárga színű rúst, és egy kék toppert. Ami nem hangzik amúgy olyan nagyon rosszul egy sminkben, csak az árnyalat az nem teljesen olyan, úgyhogy ez egy kis challenge lesz, hogy vajon hogy tudom ezt a három dolgot így összekóperálni, hogy jó legyen. Plusz lesz majd a videó közben és végén egy összehasonlítás, a Lime Crime Diamond Dew-t fogom összehasonlítani a 183 Days-nek a pop szemhéjpúderével, hiszen ez a dupja a Lime Crime-osnak, vannak egyértelmű különbségek, viszont maga a textúra az, amire kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni. Úgyhogy ezt is le fogjuk tesztelni, és csinálni fogok egy sminket a Venus 3 palettával, ami így néz ki. Hihetetlenül jól becsomagolva érkezett amúgy ez a kis doboz, tehát külön a termékek is egyesével, plusz szépen össze volt pakolva, és még az is át volt csomagolva rendesen, szűken, biztos, hogy ne történjen vele semmi gond, úgyhogy nagyon örülök neki. Volt rajta egy plusz kis műanyag, plusz itt a tükrön is van még egy műanyag, és ez egy elég jó tükörnek tűnik, még ezzel a fóliával is. Úgyhogy szerintem majd ezt fogom használni kipróbálásra. Maga a paletta amúgy nagyon szép. Körülbelül ekkorára számítottam, egy ilyen két tenyérnyi paletta. Körülbelül ekkorára számítottam, van egy kis súlya, nem nagy, és amikor kinyitod, akkor hát látszik, hogy egy kicsit vastagabb maga a paletta, és a tükör sem egy ilyen vékony valami, hanem van egy ilyen kis háromdimenziós hatása, hogy, ahogy rá van pakolva, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. 8 színből áll a paletta, és 2 darab típusú szemhéjpuder található meg benne, matt és metal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab matt szín, és ez a két metal árnyalat található meg benne. Az első, amit észreveszek benne, hogy ez nem úgy volt hirdetve, hogy fú, ez egy full lila paletta, de a külsőből ítélve azt gondolnád, hogy ez egy teljesen lila paletta. Ehhez képest 2 lila és egy ilyen rózsaszínes lilás árnyalat van benne. Egy sötétbarna, ennek is van egy ilyen lilásabb beütése. 2 nude árnyalat és egy ilyen narancsos árnyalat, plusz egy ilyen világos pezsgős arany. Szóval úgy hirtelen nem lesz túl lila a paletta, viszont elég jól lehet párosítani ezeket az árnyalatokat. És valami ilyen sminket fogok csinálni, amihez jól fog menni
a narancssárga és a kék, remélhetőleg, de mondom, az intróban már láttuk, hogy mit alkotok, reméljük, hogy nekem is fog tetszeni, amikor felveszem azt a részt. Úgyhogy először a szemsminkemmel fogom kezdeni, és legelőször ezt az első rózsaszín árnyalatot, Dreamit fogom felvinni a mélyítő vonalba. Nagyon pigmentált, nagyon krémes, minimálisan porzik, és ennek a rózsaszínnek így felvéve van egy ilyen lilás beütése, remélem ez majd a kamerán is átjön, de van egy ilyen kis lilás beütése, ami tök jól fog menni majd a lila árnyalatokhoz. Úgyhogy eddig ez az első szín, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Majd pedig ezt az alsó Paradise nevű lila árnyalatot fogom használni, és ezt fogom felvinni ide a külső V-be és a szemhéjamnak ide a harmadik harmadába is egy kicsit. Az árnyalat, mint hogyha nem lenne teljesen matt, és ezt érdemes úgy felvinni, hogy először csak így rátapogatom a pigmentet arra a helyre, ahova fel szeretném vinni, és utána szépen elsatírozom az éleket, mert úgy látszik, hogy úgy sokkal, de sokkal pigmentáltabb lesz. Magában a palettában egy kicsit sötétebbnek tűnik, de ez is egy ilyen meleg lila árnyalat, nem egy ilyen hideg lila. Kicsit sötétebbnek tűnik, de ezzel a technikával nagyon jó pigmentáltságot tudok elérni vele, és ez egyáltalán nem hullik. Majd pedig visszamegyek az első színre, és megpróbálom szépen itt elsatírozni. Szeretném, hogy ez a rózsaszín azért egy kicsit látszódjon, de azért el is akarom satírozni a színeket. Az alsó szempilla sorra pedig úgy gondoltam, hogy ezt a Bliss nevezető árnyalatot viszem föl, mert ez illene a rúzshoz. Lehet, hogy még megbánom, nem biztos, viszont ez egy szép matszín, úgyhogy Blitz fogom felvinni az alsó szempilla sorra. Jó, ez nem vészes. Ennek van egy szintén egy ilyen rózsaszínes narancsos beütése, ami miatt egész jól néz ki idáig. Kicsit ide felhúzom a külső V-be. Próbáljam egyben mosni a színeket. Ez az árnyalat egy kicsit jobban porzik, úgyhogy ezzel majd vigyázni kell, de annyira nem vészes, de azért porzik. Kicsit amúgy megtévesztőek ezek a színek itt a palettában, mert sokkal más árnyalatúbbnak tűnnek, de amikor felviszem a szememre, akkor a rózsaszín inkább lilás, a lila inkább meleg, ez a narancs inkább rózsaszínes, tehát hogy nem ennyire elütő, mint amilyen a palettában. Amit nem tudok eldönteni, hogy jó-e vagy sem. Minőségre nem tudom kifogásolni, tehát a minősége az eleddig elképesztően jó. De nem tudom, hogy ez mennyire jó, hogy azt látom, hogy fú, ez egy lila, ez meg egy narancs, és felvéve inkább ilyen rózsaszínes mind a kettő, de tény, hogy a szememmel sokkal jobban illenek egymáshoz a színek, mint ahogy én azt gondoltam volna. Külső V-ba egy ceruzaecset segítségével Ecstasy-t fogom felvinni, ami ez a legsötétebb matt árnyalat, hogy egy kicsit ott sötétítsem a színeket, és megpróbáljam valahogy egybe dolgozni. A sötét barnában is azért van egy kis lilás beütés, de egy kicsit sötétítettünk a külső V-n, így sokkal szebben néz ki. Viszont színben a kettő baromira különbözik, ez egy fehér alapban türkisz csillámokkal rendelkező, ez pedig egy nagyon szép világos kék alapban kék és ilyen rózsaszínes csillámokkal rendelkező. Én látok benne egy kis duokrómat, itt annyira nem, de itt ha fény felé tartom, azért látok benne egy ilyen kis duokrómat. Nem olyan erősen, mint a BH Cosmetics eyelights-aiban, de azért látok benne egy kis duokrómat.
Őt nagyon szeretném ide legbelülre a belső szemzugba felvinni. Őt a szemhéjamra, viszont nagyon szeretném ezt a lilát is felvinni a szemhéjamra. Úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, hogy ezt fogom felvinni középre, az első egy harmadba felvisszük ezt, és a belső szemzugba pedig a másikat, és akkor lesz egy ilyen lilakék-lilakék, lehetőleg átmenetesen megcsinált szemsmink, de majd meglátjuk. Úgyhogy most ezt fogom használni, és először megpróbálom innen az ecsetről felvinni, utána, ha nem sikerül, akkor belenyúlok egy rendes ecsettel is. De ezt fogom felvinni, hát ide mondhatni középre. Ó, iszonyatosan pigmentált. Nem is nagyon kenem, inkább csak így itt hozzá érintgetem. De ahhoz képest, hogy milyen kis rövid a feje, szépen oda tudok érni, az már nem biztos, hogy a belső szemzugomba rendesen fel tudnám vinni, mert ahhoz már lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon rövid az ecset. Ide a szemhéjamra teljesen jó. Visszamegyek erre a Paradise nevű árnyalatra, és egy kicsit a szélét megpróbálom eldolgozni. Csak úgy éppen, hogy úgy nézzen ki, mintha onnan jönne. Ahogy rámegyek a lilával, amúgy tetszik, hogy kicsit így átvált. Tehát mondjuk tök jó, hogyha először ezt a csillámat tesszük rá, és utána óvatosan rápaskolunk mondjuk valami színt, az is amúgy tök jól tud kinézni. Tökéletesen soha nem fogjuk tudni eldolgozni, hiszen ez egy teljesen másik textúra, és tökéletes sose lesz, de pont az a lényeg, hogy egy kicsit úgy nézzen ki, mint hogyha ott lenne egy-két csillám, amiből jön egy csomó másik. Utána jöhet Beam, ami ez a nagyon világos lila metal árnyalat, és ez fog a maradék részbe bemenni. Na már most ugye egy matt szemhéjpúderből mentünk át egy folyékony szemhéjpúderre, majd folytatjuk egy metal szemhéjpúderrel. Ez egy kicsit hát nehézkes az összedolgozás, tehát ettől ne ijedjen meg senki, ez munka lesz. Én most az ujjamat fogom használni, mert kíváncsi vagyok, hogy úgy milyen hatást tudok elérni. Mert nagyon szép metálnak tűnik itt a palettában. Ó, hát ez nagyon szép. Úgyhogy gyakorlatilag majd ezt a folyékony szemhéjpúdert fogjuk úgy összedolgozni szintén ezzel a metál lila árnyalattal, hogy kicsit olyan lesz, mint egy halo eye effekt, de igazából nem. Mert akkor a sötét lilát mind a két oldalra kellett volna tenni, úgyhogy kicsit olyan, de mégse. Hozzáérve így újjal ehhez a színhez, nem olyan, mint egy folyékony metal árnyalat, mint ami például a Make Up Revolution Softex palettában is van, hanem nagyon, nagyon puha, de inkább ilyen szilikonos. Tehát, hogy hozzáérek, és olyan csúszós, olyan kis szilikonos az egész. Ami miatt nagyon szépen fogom úgy mutatni, de nem folyékony metál lesz. Tehát, hogy ez nem folyékony metál, meg nem ilyen atom extra lila metál árnyalatra kell gondolni, mint ami például a 183 Days-nek a Universe Milk palettájában van, tehát, hogy ez brutál metál, ez pedig inkább egy ilyen tényleg egy ilyen szilikonos, szaténesebb metál, de szépen fog, tehát hogy nagyon szépen fog, és van benne egy enyhe duokromitás, egy ilyen rózsaszínes duokromitás van belőle. Úgyhogy most visszamegyek szintén erre a termékre, és megint megpróbálok egy kicsit összedolgozni vele. Eddig amúgy nem rossz, én sokkal rosszabbra számítottam, de ez eddig nagyon tetszik.
ezeket a színeket illenek egymáshoz, de egy kicsit nehéz összedolgozni, hiszen a lila meg a kék azok hideg árnyalatok, a narancs az pedig meleg árnyalat, viszont ugye ez a lila, ez egy elég meleg lila, és ebben a kékben is vannak pink glitterek, szóval valahol mégis kibalanszolják egymást. Viszont végül akkor jön a 183 Days-nek ez a kis utánzata, és ezt fogom felvinni a belső szemzugba. És itt előkerül az a probléma, ami a Lime Crime-osnál is, hogy túl rövid az ecsetfej, úgyhogy muszáj vagyok valami másik ecsetet használni hozzá, és levenni a pigmentet a termékről. Úgyhogy igazából eddig így nézünk ki. Meglepően jobban sikerült, mint ahogy én ezt a fejemben elképzeltem. Úgyhogy most fel fogom vinni a szempillaspirált, a szemceruzát, és utána rá is térhetünk a rúzsra. És igazából vissza is tértem, úgyhogy jöhet a rúzs, hogy nem lesz más, mint a Lime Crime Velvet tínje Psycho árnyalatban. Azért ezt a színt választottam, mert ez 20 dollárról 5 dollárra volt leárazva, és fent a weboldalon ez egy ilyen atombrutál narancssárgának tűnt, és én imádom a narancssárga rúst. Van egy-kettő, de egyik sem pont az az árnyalat, amire én most nagyon-nagyon vágyok, úgyhogy hát ha ez lesz az. Úgyhogy ezt fogjuk felvinni az alsó vízvonalra, a Sleek Olala linerét tettem föl Pumpkin árnyalatban. Őszintén szólva, hogyha most nem ezt a rúst tenném fel, akkor nem ezt a szemcélzát tettem volna föl, hanem valami rózsaszínesebbet, lilásabbat. De erre nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi voltam, úgyhogy ezt fogjuk most felaplikálni. Sokkal kisebb, mint amire számítottam amúgy, ezt muszáj, hogy elmondjam. Tehát mondjuk egy Colourpop hozzá képest sokkal nagyobb, és ez azt hiszem 7 dollár, ez pedig 20 dollárba kerül, úgyhogy valahogy sokkal nagyobbra számítottam, nem tudom, hogy miért. De hogyha szép és működik, akkor annyira nem zavar. Ez a színárnyalat, ez nagyon durva, de nagyon tetszik. Se a felsőmhöz, se ehhez a sminkhez egyáltalán nem illik. Ezt igen, látom, én is tudom, de mindenképpen így ki akartam próbálni, nem pedig külön-külön az adott termékeket. Viszont, hogyha azt nézem, akkor a szemsmink az iszonyatosan tetszik. Ez a paletta tényleg valamire meglepett, tényleg nagyon szépen pigmentált, viszont, hogy említettem, ez a két felső szín, ez inkább ilyen, hát szaténnak nagyon erős, metálnak egy kicsit nem metál, hanem tényleg nagyon sok benne a szilikon. Ezt mindjárt meg is nézem, hogy mi van benne, mert biztos, hogy szilikon. Ah, igen, szilika. Körülbelül a hatodik helyen a szilikon áll. Érzetre érzem, hogy olyan kis csúszós, ami tök kellemes érzés, de olyan kis csúszós, és nem pedig olyan folyékony metál érzés, ezt nem tudom jobban elmondani. Viszont majd a későbbiek folyamán szeretnék csinálni vele egy kicsit natúra sminket, ahol a maradék színeket használom, és mondjuk egy lila rúst teszek fel hozzá. Még ez is tervben van, de teljesen meg vagyok vele elégedve. Viszont akkor jöjjön az összehasonlítása ennek a két terméknek. Az első dolog, hogy őt, a 183 Days-eset már nem lehet kapni, hanem már akkor kifutó termék volt, amikor én vettem, viszont azóta megjött az új kollekció, és gyönyörűen feltöltött állványokat láttam, amelyekből alig várom, hogy végre megjön a fizum, és vásárolhassak, és legyen szintén egy ilyen első benyomás. Úgyhogy ezt már csak így a DMS kifutós egybe állványon esetleg, ha meg tudjátok találni. Egyértelmű, hogy dupok, de azért tetemes különbségek vannak a kettő között. A Lime Crime-osban van anyag, tehát ennek van egy kis súlya. Maga az üveg is gyönyörűen meg van csinálva, gyönyörűen látszik benne a dókromitás, ami az üvegen keresztül is átjön, tehát maga az üveg is úgy csillog a fényben, hogy ugye, mint hogyha nem is sima üveg lenne, hanem valami kristály, és egyszerűen gyönyörűen néz ki, és van súlya. Ez viszont műanyag, tehát úgy, ahogy van műanyag. Maga a termék, tehát magán, hogyha ránézek a termékre is, különbségek vannak.
Remélem, hogy a szememen is látszik, de ebben kicsit ilyen nagyobb csillámok találhatóak meg, míg ebben egyáltalán nem, ez sokkal finomabbra van őrölve, viszont ez sokkal, de sokkal pigmentáltabb. Ez viszont egy olyan kis... Nem rossz, amúgy, de az összes ilyen folyékony szemhéjpúder, glitter filteren belül ő a leggyengébb láncem. Tehát én egy kicsit azért örülök, hogy ebből nem vettem túl sok színt, mert ahhoz képest, hogy amim van, ez nem szuperált túl jól. Viszont ami miatt ez egy kicsit sokkal jobb, az a csomagolása mutatkozik meg. Itt neki van egy ilyen kis lapos feje, amit rendesen meg tudok fogni, és el tudom csavarni a terméket. A Lime Crime-os az pedig egy teljesen ilyen, hát ilyen lekerekített dolog, és nincs rajta semmi olyan anyag, amit meg tudnék fogni, mint mondjuk egy körömlakkos üvegen. Hogy az üveg tetejét meg tudod fogni, és el tudod csavarni. Ezt nem. Tehát ez csúszik, és próbálok, és egyszer csak megakad, és akkor tudom elforgatni, de amikor kibontottam, és frissen kezdett mostam, akkor ez csak így csúszik, 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 és nem tudom kibontani. Gyakorlatilag itt ezzel a résszel tudok így ráfogni és kibontani. Ami azért egy kicsit zavaró. Tehát, hogy ez engem egy kicsit zavar. Mind a kettőnek a feje elég rövid, viszont a Lime Crime-osé azért mégiscsak hosszabb, mint a 183 D-szesé. Ettől függetlenül azért mondjuk a belső szemzugba ezzel is elég nehéz betalálni, de ezzel aztán sehogy. Tehát muszáj vagyok ecsettel leszedni azt, ami erre a szivacsos applikátorra rámegy, és úgy felvinni. A másik különbség, hogy ennek a 183 D-szesnek egy ilyen standard szivacsos applikátora van, olyasmi, mint ami mondjuk egy folyékony rúzsnak is. Ennek viszont egy ilyen sokkal hosszabb, kicsit ilyen gyémánt alakú, a középen egy lukkal, ami miatt nagyon sok festéket szépen fel tud venni, és nem kell folyamatosan visszadugni és visszamártani. Őt viszont azért kétszer-háromszor vissza kell mártani, hogyha valami nagyobb valamit akarsz a szemedre kenni. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen gyémánt alakú applikátorokat a közepén lukkal, mert tényleg egyszer belemártam, és a két oldalával szépen tudok dolgozni. Ezen kívül egy kicsit el van hajlítva, úgyhogy sokkal precízebben is el tudom találni szépen a szememet. Ami miatt ez jobban tetszik, de mondom, ez a külső rész, hogy csúszik, alig tudom megfogni, ez egy kicsit olyan zavaró. Összességében a kettő közül én a Lime Crime-osat ajánlanám jobban, sokkal több termék van benne, sokkal szebb, sokkal mutatósabb, őt pedig körülbelül egy 3 hónapja vettem meg, és büdös megromlott, úgyhogy ezt majd nagyon gyorsan le fogom szedni a szememről, de ő már büdös és megromlott sajnos. Kíváncsi vagyok, hogy ő meddig fogja bírni. Mert például a Colourpop-os Supernova folyékony szemhéjpúdereim már több mint egy évesek, és még semmi bőjük nincsen az ég egyet a világon. Ő megmondom, 3 hónap, és totál K.O., pedig szépen vissza volt csomagolva, nem volt előhagyva, tehát semmi, olyat nem tettem vele, amivel kárt okozok. Viszont ő rá nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig jó. Megmondom az őszintét, nagyon-nagyon sokan írták erről a termékről, hogy ez nem olyan jó, nem tetszik, és egy kicsit félve vettem meg, de pont ezért érdekelnek az ilyen termékek, amelyekre nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon rossz, mert a smink az olyan, mint az arcápolás. Mindenkinek más jön be, mindenkinek más tetszik, mindenki mást vár el egy adott terméktől. Nekem ez maximálisan megérte a pénzt, főleg úgy, hogy tényleg valami 50%-kal vagy 60%-kal olcsóbban vásároltam meg. Teljes áron azt hiszem valami 18-20 dollár. Azért nem venném meg, mert baromi sok terméket tartalmaz, de ennyit a büdös életben nem fog tudni elhasználni. És mondom, tehát ezen kívül van még egy csomó ehhez hasonló termékem, csak más színben, tehát soha nem fogom elhasználni, és szerintem tök jó lenne, hogyha sokkal kisebb kiszerelésben adnák mondjuk fél áron, akkor tudja, hogy betáraznék belőle egy csomót. Viszont biztos, hogy fogok még belőle venni a sötét zöldjét, meg volt egy ilyen rúzsaszín, azt már kinéztem magamnak, de csak és kizárólag, ha le van árazva, mert teljes áron nem fogjuk elhasználni. Tehát én ajánlom, és tök jó termék, de nem fogjuk tudni elhasználni. És kíváncsi vagyok, hogy tényleg a többi terméken mikor fog megromlani, mert
Nagyon szeretek ilyen kis toppereket feltenni, meg videóban is újrahasznosítani, de azért annyit nem fogjuk használni, hogy teljesen elhasználjuk. De a kettő közül én a lime krémset ajánlanám. Úgyhogy gyakorlatilag vége is a videónak. Írjátok meg a véleményeteket kommentben. Esetleg nektek megvan-e valamelyik termék, hogyan tetszett. Van még egy metal velvetinem, viszont azt egy másik videóra tartogatom, hiszen készülök nektek egy ilyen metal rúzs összehasonlítóval, és abban a videóban fog majd kelleni az a rúzs. Minden lent lesz az infoboxban, hiszen most egy olyan dél körül van, és egész nap rajtam lesz ez a smink, megnézzük, hogy valami hullik-e, fakul-e, hogyan alakul a folyékony rúzsom, hiszen még majd most fogok ebédelni, úgyhogy minden plusz információ lent lesz az infoboxban, csekkoljátok, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan szuperáltak ezek a termékek a nap végén. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!